1920. június 4-én, körülbelül ebben az időben, ebben az órában aláírt békeszerződés már csak a meglévő helyzetet foglalta írásba. És én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem elvették tőlünk, hanem odaadtuk. Visszavonultunk. A törökök ugye ugyanilyen vesztes helyzetből területet nyertek, mert az ő vezetőjük azt mondta, ha nem maradunk meg abban a pozícióban, nem tarthatjuk meg a jelenlegi határainkat, illetve még annál is többet, akkor tovább fogunk harcolni. És senki sem akart már akkor harcolni. Megtörtént a trianoni békekötés, hallottuk, hogy micsoda veszteségeket szenvedtünk. Itt, hogy elveszítettük a területeink 72%-át, ha jól emlékszem. A lakosságnak a kétharmadát. Elveszítettük a lakosság kétharmadát? Nem veszítettük el. Itt megmaradtak magyarnak, még azok is, akik esetleg nem magyarul beszéltek. Mert megtartották azt a kultúrát, azt az erdélyi, a felvidéki, a bácskai kultúrát, amiben felnőttek, amiben éltek. Nagyon hosszú időn keresztül megtartották. Megmaradtak szívükben Kárpát-medencei Magyarországhoz, magyarokhoz tartozónak, még az idegen ajkúak is. A kultúra megmaradt. Ha egyébként még ma is, ha megnézzük a népszámlálási adatokat, 44% körül magyar ajkúak, magyar nemzetiségűek a Kárpát-medence népei. Utánunk, aki következik, 20%, aztán így feleződik 10%. És még lefele. Tehát lélekszámban is többen vagyunk. Igaz, hogy határok vannak közöttünk, de azóta több... Ej, haj, visszatekint a haját fáradt bakár. Ugye, fiú, szép élet a katona élet. Csak az a baj, sej, haj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Ugye, fiú, szép élet a katona élet, csak az a baj, sej, haj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. És most felkérem dr. Aracki András országgyűlési képviselőt a beszéd megtartására. Főtisztelendő plébános atya, tisztelt ünneplők, kedves barátaim, magyarok! A Magyar Országgyűlés tavaly május 31-én határozta el és iktatta törvénybe a Nemzeti Összetartozás napját, amelynek megünneplésére június 4-ét a történelmi Magyarországot 1920-ban szétdaraboló trianoni diktátum aláírásának dátumát jelölte ki. A Nemzeti Összetartozás melletti tanulságtételről szóló 5 paragrafusból álló törvénnyel az országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az országgyűlés megerősítette, hogy Magyarország elkötelezett a magyar nemzet tagja és közösségei kapcsolatának fenntartására és ápolására, valamint az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia támogatása mellett áll. Mindjárt hallottuk és ismerjük, hogy milyen körülmények között és milyen következményekkel történt meg a trianoni béke megvalósítása, ami az utódállamok részéről megnyilvánuló kulturális, anyagi, fizikai és nem utolsó sorban lelki pusztítással járt. A nemzeti összetartozás lelkülete ebben is nagy segítséget ad, egy cél érdekében biztos morális alapokon, korrupció és csalás nélkül, erős hittel és akarattal közös irányba kell haladnunk. Jelzés értékű, hogy Kövér László, Fidesz és Semmilyen Zsolt, KDNP nemzeti összetartozásról szóló törvényjavaslatára 302-en szavaztak igennel, 55-en nemmel, és 12 képviselő tartózkodott. A Fidesz és KDNP képviselők mellett
igennel szavazott a Jobbik képviselőcsoportja, illetve az MSZP-s Juhász Ferenc és az LMP-s Siffer András. Az MSZP-ből 55-en a nem gombot nyomták meg. Az ősi felkiáltással, amely egyébként az egyik első világháborús csatahajó neve is volt, Viribus Unitis, vagyis egyesült erővel indulunk neki a harmadik keresztény és második magyar évezrednek, hogy begyógyítsuk magunkban a 9 évtizede mérgesedő sebet, és megújulva tudjuk ezen a napon az eddigi gyász mellett és helyett végre ünnepelni közös magyarságunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mai nap üzenete, hajrá magyarok! Tisztelt elbígyültek, köszönjük szépen a megemlékező beszédeket. Kérjük, hogy a koszorúzáshoz szólítás alapján jöjjenek a képviselők, illetve azok különböző önkormányzati és egyéb szervezeteket képviselik. Elsőként Szászhalombatta Város Önkormányzata nevében Pátkai Zsolt alpolgármester urat kérem, hogy helyezze el a megemlékezés koszorúját. A Pest megyei 8-as számú választókerület országgyűlési képviselője, dr. Aracki András. Szászhalombatta a román kisebbségi önkormányzat nevében Hering Mária. A Vitézi rend nevében Vitéz Dukát Miklós és Klatki György. A Városi Szabadidőközpont nevében Horváth Istvánné és Dörnyei Tamás. A Százszor Szép Óvoda nevében Kalló Anikó. Tisztelt egybegyújtják, kérjük, hogy akinél még a megemlékezés virágai, illetve koszorúi vannak, önök is helyezzék el az emlékmű. Köszönjük szépen mindenkinek! Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek, tisztelt jelenlévők, köszönjük szépen mindenkinek a megjelenést Szászhalombatta Város Önkormányzata nevében. A trianoni megemlékezés 91. évfordulója ezennel véget ért.